Látogassunk most el a páratlan szépségű, terjedelmes méretű erdők ölelésében található Somogy zöld szívébe, Kaszóra, a Somogy vármegye délnyugati részén, mint egy 15 ezer hektáros egybefüggő állami erdőbe. Stábunknak lehetősége volt Kaszó szépségeit megtekinteni a lehető legváltozatosabb színekben. Az erdei kisvasút, amely Kaszó és Szenta között közlekedik, mindig újdonságokkal várja az odaérkező kicsiket és nagyokat, legyen szó téli Mikulás vonatozásról, vagy akár egy őszi túravezetésről. Egy kis zögykölődés a változatos tájon, és gyorsan a Baláta tó melletti megállóban találhatjuk magunkat, innen egy rövid gyalogúton elérhetjük a tavat és a közelben épített kilátót. A Baláta-tó keletkezésének magyarázata, hogy a területen jelenlevő agyagborítású homokbuckák mélyedései nem engedik elszivárogni a vizet, így az összegyűlik. Ma a tó lefolyástalan, de a múltban feltételezések szerint volt lefolyása. Nagyon kedves emlék számomra, amikor én is Kaszón jártam egy forgatás keretein belül. Szavakkal nehéz lenne leírni, beszéljenek hát önmagukért a képek.